Hello mindenki, üdvözöllek újra a csatornámon titeket. Ahogy látjátok, elérkeztem nektek azzal a videóval, amivel lassan hetek óta nyaggattok engem. Itt van egy új körmös videó. Aki látta az előző videóimat, az valószínű, hogy tudja már, hogy milyen körmöt csinálok ebben a videóban. És ha jobban belegondolok, valószínű, hogy a videónak is ez a címe. Úgyhogy nem árulok el nagy titkot, hogyha elmondom, hogy baby boomert fogunk a mai napon készíteni. Ahogy látjátok, azzal kezdtem a körmeim előkészítését, hogy a körömágyamon a bőrt egy kicsit feltologattam. Óvatosan csak, hogy meg ne sértsem a bőrt. Következő lépésként pedig levágtam a saját körmeimet, ugyanis egészen megnőttek, és ahhoz, hogy szép legyen a műköröm, mindenképpen minimálisan hosszú körömmel kell kezdeni, csak pont annyira, hogy a sablon szépen beférjen alá. Ezután egy picit megreszeltem a széleit, ez szerintem egy opcionális lépés, viszont én mindig szeretem megcsinálni. Hogyha valaki először van a csatornámon, akkor szeretném elmondani, hogy ha bár van körmös végzettségem, soha nem dolgoztam, és szerintem nem is fogok dolgozni ebben a csodálatos szakmában, viszont imádom a gyönyörű körmöket, nagyon szeretem, hogyha hosszú a körmöm, úgyhogy magamnak rendszertelenül, lényeg a lényegben szoktam körmöt csinálni, lehet, hogy nem tökéletesen, de imádom, úgyhogy ezt szeretném nektek megmutatni. Ez alapvetően nem egy tutoriál, viszont ha láttok benne hasznos dolgot, akkor azt lessétek el. Ezután egy csiszológéppel a körömágyamat egy picit megreszeltem, nagyon óvatosan, egyáltalán nem rányomva, nem merőlegesen tartva, csak éppen a felszínen a letapadt kis bőrlemezkéket eltávolítva használtam. Majd amikor ezzel végeztem, átváltottam egy kisebb fejre, és pár helyen, ahol jobban be volt ragadva, vagy erősebben le volt tapadva, mint szerettem volna, ott átmentem még egy körrel rajta. Ezután a körmöm felületét megreszeltem egy bufferrel, éppen csak annyira, hogy elvegyem a fényét és megfelelő tapadást biztosítsak a zseléknek. És az előkészítés utolsó lépéseként pedig levágtam a feltologatott és megkeményedett bőrt. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de egyébként nekem a körömágyam olyan szinten száraz és kemény, akárhogy kenem, akármennyire tartom karba. Na mindegy. Hazudtam, nem az utolsó lépés, egy polírozó fejjel átmentem a vágás után hagyott nyomokon, hogy teljesen sík, egységes, puha és csodálatos legyen a körömágyam. És ezután jön az a rész, amit csak és kizárólag a ti kedvetekért csinálok, ugyanis ha rajtam múlna, akkor mindig tippel építenék, vagy csinálnék helyesebben körmöt, ugyanis olyan lusta vagyok sablonozni, hogy az valami hihetetlen, de a videó kedvéért sablonnal szerettem volna megcsinálni a körmeimet, úgyhogy itt azt láthatjátok, ahogy elkezdem előkészítgetni a sablont, oda méregetem az ujjamra, megnézem, hogy hol kell belőle kivágni, hol nem kell belőle kivágni, szenvedek vele, hogy jobban tapad, mint kellene, olyan helyekre, ahova nem kellene, és miután az ujjamra megfelelően kivágtam a sablont, felhelyezem, figyelve a dőlésszögére, és arra, hogy lehetőleg egyenes legyen. Egy előkészítő folyadékot kenek fel a körmömre, ami elvonja a vizet a körömlemezből, ezzel is elősegítve a következőleg felvitt anyagok tapadását, és második lépésként pedig egy savmentes primert helyeztem fel csodás kis ujjacskáimra. És ahogy már mondtam nektek, zselé. Igen. Itt jön a képbe az a rész, hogy utolsó utáni pillanatban találtam ki, hogy én most körmöt szeretnék magamnak csinálni. Aki látott már legalább egy körmös videómat, az tudja, hogy porcelán párti vagyok. Évek óta csak és kizárólag porcelánnal építem a körmeimet, a sajátomat, és ha valamelyik barátnőmnek csináltam, az övét is. És ez azért problémás, mert lesznek nevetséges lépések a videó alatt, ugyanis olyan béna voltam zselével, hogy azt elmondani nem tudom, de egyébként egy Briabird-ös cover építő zselével kezdtem el megcsinálni a körmömet, és
Az ecset, ahogy látjátok, egy nem műkörmös ecset, viszont műanyag sörtéi vannak, tehát tökéletesen megfelel zselé felvitelére. Nekem legalábbis fantasztikusan szokott működni. Nagyon sokszor színt szoktam vele felvinni, most építésre használtam, természetesen előtte jól kimosva. Ahogy látjátok, először felvittem egy csúszó réteget, majd, ha jól emlékszem, 30 másodpercig köttettem lámpában. LED lámpám van egyébként, hogyha valakit érdekel. Nagyon szeretem ezt a kis lámpát, az egyik legolcsóbb lámpa szerintem, de fantasztikus, évek óta tökéletesen működik. És ahogy látjátok, a szerkesztés csodájával már három körmöm hossza is meg van építve, és a mutató ujjamat láthatjátok, ahogy megcsinálom, és elmondanám nektek, Murphy szerint ez az ujjam lett a legnyomorultabb az összes közül, amelyiket felvettem nektek, hogy hogy csináltam meg, úgyhogy szorítsátok össze a fogaitokat, és szenvedjetek velem együtt. Majd amikor nagyjából megvoltam már vele elégedve, akkor betettem lámpába köttetni. Természetesen megcsináltam a hüvelykujjamat is kamerán kívül, és végre jöhet a kedvenc lépésem, amikor le lehet venni a sablont, és megnézheted, hogy milyen csodát műveltél, jobb esetben. Miután kivettem a lámpából, lefixáltam, és elkezdtem formára reszetelni. És ahogy látjátok, mandula formájú körmöt terveztem, viszont az a problémám a mandula formájú körömmel, hogy sose tudom eldönteni, hogy milyen formájú mandulát szeretnék. Úgyhogy, ha jól látom, akkor a kis ujjamat kezdtem el először reszelni, és ami a kis ujjamnál sikerült, azt vittem tovább az összes többin. Ezután felvittem egy nagyon vékony réteget a Cover színünkből, és köttetés után elkezdtem megcsinálni a Baby Boomert. A Baby Boomer technikám sajátos, de működik. Valószínű, hogy a legbonyolultabb, viszont hozzá szeretném tenni, hogy abból dolgozunk, amink van, és van egy 50 millió éves, na jó nem, de pár éves látta zselém, azt szoktam használni Baby Boomerhez, úgyhogy lessétek meg, hogy hogy kezd el szépen kialakulni. Nagyon sokféleképpen lehet szerintem Baby Boomer átmenetet csinálni, és itt nem feltétlen a technikára gondolok, hanem a szín erősségére. Kifejezetten szeretem, amikor csak éppen fehéres a vége, nem szeretem, hogyha túlságosan erős és szaturált a fehér vég. Úgyhogy miután kialakítottam a nekem megfelelő átmenetet, elkezdtem kiépíteni a C-ívet, és rá kellett jönnöm, hogy olyan zselém van, amit iszonyatosan nem szeretek, úgyhogy ez egy nagyon erős fél óra szenvedés volt a C-ivvel, de a végére valami viszonylag használhatót sikerült összehozni. Miután megköttettem az átlátszó zselét, elkezdtem formára reszelni és kiegyenlíteni a felszínt, és miután a végleges formával elégedett voltam, rájöttem, hogy csak egy Baby Boomer nekem nem lesz elég, úgyhogy a gyűrűs és a hüvelyk ujjamra sellőport vittem fel. Akármilyen régi, még mindig az egyik kedvenc díszítésem. És amikor azzal is megvoltam, felvittem a fényzselét a körmeimre. Majd csodálatosan közelről megmutattam nektek, hogy hogy is néz ki az elkészült körmöm. Egy kis időre rá elkészült a jobb kezem is, viszont picit lehet, hogy látjátok rajta, hogy a jobb kezemnél nagyon lusta voltam, és azt tippel csináltam meg, úgyhogy minimálisan más lett a formája. Utólag egyébként talán az az oldal jobban is tetszik, talán. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, remélem, hogy azért összességében tetszett a videó, hogyha igen, akkor dobjatok egy lájkot, hogyha nem tetszik, akkor dobjatok egy diszlájkot, szabad világban élünk. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, a következő videómban találkozunk, sziasztok!